A következő pillanatokban pedig Hartmanné Nagy Klárával fogunk beszélgetni, aki megjárta a gulágot. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az ön családját miben érintette a kommunizmus? Hát én 53-ban jöttem haza Oroszországból, a gulágról. 53-ban, ami azt jelenti, hogy borzalmas rossz idők voltak akkor az országban. Hajdú-Biharban éltem, egy kis faluba, és hát ott azt tapasztaltam, hogy nagyon féltek az emberek mindig a beszolgáltatástól, mert elvitték, jöttek rekvirálni, úgymondva, és amit találtak, elvitték az emberektől. Tehát aki tehette, valahogy eldugdosta valamilyen úton, módon, hogy maradjon neki a családnak. És hát nekem meg különösen nehéz volt, mert ugye hazajöttem 53-ban, aztán nem igen volt se munka körön, szóval nem dolgoztam sehol, családban éltem, és hát elég szegény volt a család ahhoz, hogy még két személy el tudjon tartani rajtok kívül, mert az ő fiúk is kint volt Oroszországban, és együtt jöttünk haza, és összeházasodtunk 54-be. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szegénység volt, nagy szegénység volt. Annyi volt a szerencsénk, hogy a módosabb emberek, mivel tudták, hogy Oroszországból jöttünk haza, hát akkor azért segítettek nekünk, kettőnknek egy kis ezzel-azzal, hogy mégis tudjuk hát valahogy tengetni magunkat. Hogyan kerültek a gulágra? Hát kérem szépen, a háború ugye zajlott még 45 januárjában, én Göncön laktam, nevelőszülőknél, árva lány voltam, és egy csendőr házaspár, egy nyugdíjas csendős házaspár vett magához, és ővelük éltem, és hát a Göncön elég hosszadalmasan tartotta a frontvonulat, de ők elmenekültek külföldre, vagy valahol az országban máshol, pontosan nem tudom, mert nem mondták meg, és én ott maradtam otthon a lakásba a besegítő nővel, a házvezető nővel. És hát akkor ugye, mivel a csendőrség, nagyon sok volt Göncön a csendőr, mivel ott volt egy csendőr laktanya, és hát onnan haragudtak a csendőrökre az oroszok, vagy ilyes forma volt, mert jöttek, keresték a nagybátyámat, nem találták, nem volt otthon, nem találták sehol, akkor engem vittek el, hogy majd én elmondom, hogy hol van. De hát ez beletelt egy hétbe is, hogy ott tartottak, de hát nem tudtam elmondani, és akkor összefogtak a többi, összeszedett emberekkel, és bevagoníroztak, és elvittek Oroszországba. És nem is tudta értesíteni akár a nevelőszüleit, vagy a nagybátyját? Nem tudtam, már nem tudtam, hogy hol vannak. Hát a csendőrök féltek, és ugye azok elmentek, titokba tartották, hogy hová mennek. És ha értesítettem volna, akkor ők is bajba kerülnek, de hát nem tudtam volna sehogy se, mert nem tudtam, hogy hol vannak. Hát nézd, 14 éves voltam. Hát ilyetében egy ilyen 14 éves lány akkoriban nem úgy volt nevelve a fiatalság, a gyerek, hogy mindenhez értett már akkor. Fogalma sem volt az ilyen dolgokról. Ilyetében azt sem tudta, hogy mit csináljon. És én is úgy voltam vele. És hát őket nem találták, akkor én voltam az áldozat. 53-ban jöttem hozzá, 9 évig voltam kint. Így aztán a forradalmat is úgy éltem meg, hogy borzasztóan féltem. Ugye nagyon közel volt az 53-hoz, az az 56, és bizony nagyon féltem, mert mondom, ha most megint az oroszok leverik az országot, tönkreteszik, akkor megint nagyon sok ember áldozata lesz.
ennek a forradalomnak is, és attól féltem, hogy talán megint fognak, és összeszednek, és visszavisznek. Hát előfordulhatott minden abban az időben. Különösen azért, mert mikor 54-ben volt a TSZ-be a beszolgálat, szóval be kellett volna mindenkinek lépni a TSZ-be, és hát kijöttek hozzám Budapestről, hogy én beszéljek az emberekkel, összehívják a faluba az embereket, és én mondjam el, hogy Oroszországban milyen nagyon jól működik a kolhoz, és akkor majd szívesebben belépnek, mert én onnan jöttem kintről, és én határozottan tudom mondani, hogy ott milyen nagyon jó. Hát persze, hogy ezt én nem vállaltam el, és féltem, ugye ez is eszembe jutott akkor, hogy na most én ezt nem vállaltam el, talán most akkor engemet is fognak és megint kivisznek. Hát szóval nehéz volt, na nehéz visszaemlékezni is, mert borzalmas dolgok voltak. Mit csináltak a rabok a gulágon? Hogyan képzeljük el? Hát én mivel kiskorúnak voltam még számítva, én még két évig voltam ilyen kiskorúak táborába. Hát ahol mindenféle gyerekek, árvák, meg csavargókat összeszedtek, ilyen, akinek ugye elhaltak a szülei, vagy elcsámborogtak valami, szóval ilyen kiskorúak lágerébe voltam két évig, és akkor utána, mikor már 17 éves voltam, akkor elvittek egy börtönbe, Kijevbe, és ott faggattak, és azt mondták, hogy hát én azért mentem ki Oroszországba, nem én, hogy kivittek, én mentem ki, úgy adták elő. Én mentem ki, és azért mentem ki, hogy én kémkedjek az oroszok ellen Magyarországnak. Hát képzelheti, hogy milyen helyzetbe kerültem. Bután, 17 évesen, két évig semmit nem tudtam se a Magyarországról, senkiről, nem is beszélhettem magyarul, mert nem volt ott senki, hogy milyen helyzetbe kerültem, ugye, és hát csak azt mondtam, hogy hát én nem azért mentem ki, engem úgy vittek ki, de hát ezt én hiába állítottam, ezt nem fogadták el, akkor kerestek egy tolmácsot, aki aztán a tolmács rábeszélt, hogy csak mondjam azt, hogy kémkedni mentem, és akkor nem leszek tovább a börtönbe, mert már nagyon sokáig a börtönben voltam, és egy börtönben bizony mindenféle eszközöket felhasználtak ahhoz, hogy az embert rábírják olyasmire, amit nem követett el. És így aztán hát elfogadtam, mert mondta a tolmács, hogy kint lágerben ott vannak magyarok, és akkor ott nekem jobb lesz velük, és majd csak egyszer talán valami történik, és akkor még talán haza is kerülök. Szóval ilyen talányos minden. És én elfogadtam szívesen, hogy megszabaduljak a börtönből, mert borzalmas volt. És mondtam, hogy ja, igen, kémkedni jöttem. Hát akkor, ha már kémkedni mentem, akkor azt is mondjam el, hogy hol tanultam a kémkedést, kitanított, mire szerveztek föl, mire tanítottak, vagy hogyan kell. Szóval ez megint egy borzalmas helyzet volt. Semmit nem tudtam mondani. Tehát már nem is törődtek vele. Lényeg az, hogy én azt mondtam, hogy igen, azért mentem. És elítéltek 10 évre, és így kikerültem Szibériába. Gondolom, nagyon kétségbe volt esve a helyzettől. Hát képzelheti, hogy milyen helyzetbe kerül, kikerülnek lágerba, a Szibériába, és akkor semmi ruhaféle már nekem nem volt, adtak rá milyen katona cuccokat, nadrágot, meg nagy cizmát, mindent, és kikerülök a hidegbe, idegen helyre, nem is volt magyar, bekerülök egy akkora barakba, ahol vannak talán még 100-an is, vagy akár többen, nem tudok beszélni rendesen velük. Hát szóval borzasztó volt. Az egész fiatalságom, az egész gyerekkorom egy borzalom volt visszagondolni. És akkor onnan 48-ba, akkor azt jött az a törvény, már akkor kezdtem egy kicsit én is érteni,
hogy a politikai foglyokat, mert ugye én politikai fogoly voltam, és az a láger pedig ilyen köztörvényesekkel együtt voltak a politikai foglyok is, és hát 48-ban akkor törvény jött, hogy a politikai foglyokat szétválaszták a köztörvényesektől, és akkor hát én is belekerültem ugye abba a csoportba, és akkor lehoztak Kazaksztánba. Most képzelj el, Szibériába a milyen körülmények között egy szál rongyba, egy szál vastag, az a vatelines rongyokba, hóba dolgozni, erdőbe, favágással, meg mindennel. Szóval szörnyű volt. És tisztálkodásra nem volt alkalom, nem volt lehetőség. Havonta egyszer vittek el a fürdőbe pár kilométerre a lágertől, éjszaka akkor is, hogy reggel tudjanak menni dolgozni tovább az emberek. Szóval szörnyű, a tetűtől a poloskáig minden volt, minden. Állandóan levágták a hajamat, mert mindig tele volt tetűvel. Szóval szörnyű. És akkor levittek Kazaksztánba. Bocsánat. Hát Kazaksztánba egy üres telekre vittek bennünket, egy szóval a szepére, ahol semmit nem láttunk, azon kívül, hogy volt egy földbe ásott bunker, és oda bevittek minket, 260-an voltunk körülbelül, abba a bunkerba elszállásoltak, és akkor onnan kezdtek aztán vinni dolgozni. Hát saját magunk csináltuk a vályogot a barakokhoz. Építettük a barakot, amikor már magunknak is megépítettünk egy barakot, akkor oda betelepítettek, akkor onnan jártunk dolgozni, akkor hoztak másokat is, máshonnan, más lágerekből politikai foglyokat, nőket, mert női lágerben voltam. És akkor mindig többen voltunk, és mindig több volt a munka, úgyhogy már nagyon sok barakot felépítettünk, meg mindenféle épületet, ami szükséges volt a barakhoz, a lágerhez, konyhát, fürdő épületet, meg szóval mindent, ami fontos volt, ezt mind-mind arabokkal építették. És akkor, mikor már elkészültek a barakok, akkor építettük a falat. Addig nem volt fal, addig szabadon járkált mindenki, de mikor már fölépültek a barakok, akkor már sokan voltunk, és akkor építettünk egy olyan 6 méter magas falat vályokból, jó széles falat, amin a katona őr tudott járni végig, és voltak ilyen kilátók építve hozzá, ilyen, mint a vadászoknál van az a les, ilyesmik voltak építve, hogy tudjanak oda is bemenni, és az föl volt, nem tudom én, árammal szerelve végig, hogy onnan tudtak bevilágítani a láger összes területére. Körbe volt az egész láger építve fallal, és körbe voltak ezek az építmények. Szóval már akkor annyira szigorú volt a láger, azt mondták, hogy ez a legszigorúbb azon a környéken, ilyen strafnoi lágernek nevezték, szigorított volt. Hát szóval, és onnan jártunk, akkor már vittek a katonák, teherautóra ültünk föl, és úgy vittek kilométereket, mert akkor meg kellett építeni egy gyárat, és ezt mind-mind a rabokkal csináltatták, ilyen uránfinomító gyárat építettünk, hát ez egy borzalmas nagy területen épült, nagy mély alapot kellett kibányászni, és ez mind ilyen köves talaj volt, hát nagyon nehéz volt. Meg ugye a lágerbe be kellett vezetni a vizet a Balhás-tóról, az is egy 30 kilométerre volt a lágerhez az a tó, és akkor ilyen
két méter széles árkokat árkot ástunk végig a lágertől egészen a Balkhás tóig, hogy onnan be tudják vezetni a vizet. Amikor az árok ki volt ásva, akkor be kellett szerelni azokat a csöveket. Hát mindent a rabokkal csináltattak. Szabad ember esetleg csak olyan volt, aki át vezényelte a munkát, de csak rabok dolgoztak. Hát képzelni, milyen nehéz volt azt a köves talajt kibányászni végig, meg beépíteni, és mikor ez megvolt, akkor megépítettük a várost, mert mondom, szepén voltunk, egyáltalán nem volt semmi ház, épület, se fa nem volt, semmi nem volt körülöttünk, és akkor megépítettük a várost, lakónegyedeket építettünk, szóval mindenféle munkát, ami csak létezett az építkezéshez, az alaptól kezdve, a tetőig, a kéményig, a belső teret, mindent a rabokkal építettek föl. Egy egész várost építettünk, mert az atomfinomító gyárhoz kellettek volna munkások, de mivel hát ott nem volt lakás, senkinek nem lett volna lakása, és csak ilyen, akik úgy mondjam, a háború idején Ukrajnából is nagyon sok fiatalt kivittek Németországba dolgozni a németek. És amikor vége volt a háborúnak, ezeket a németeket hazahozták vissza az ukránok, hazakerültek, és utána az orosz hatóság mindet, aki kint volt Németországban fiatal, vagy akár idősebb, azokat mindet letartóztatta, és mind kikerült, ugyanúgy, mint én, kikerültek mind lágerekbe, mivel ellensége volt, ugye az oroszoknak ellenségei voltak, és hát ezeket az ukránokat telepítették majd, mikor elkészült ez a balkhási városnak nevez, ma úgy van már a térképen, hogy Balkhás város, ezeket akkor oda betelepítették dolgozni, az uran bányába menjenek dolgozni, meg az urániumgyárba. Szóval ilyen munkák voltak. És aztán innen hát, került haza Kazasztánból? Igen, Kazasztánból jöttem haza. Hát ez már 53-ban volt. Hát addig sok mindenféle munkát csináltam, de fő dolog volt ez az építkezés. És akkor 53-ban, amikor meghalt Sztalin, ugye márciusban, akkor utána már kezdték mondogatni a lágerben, mert a lágerben nem mindenféle nemzetiségű rabok voltak. A lettektől a litvánok, oroszok, románok, németek, hát magyarral talán, ha kétszer találkoztam egy-egy kis időre, és hát ugye ezek a litvánok, ezek tudtak levelezni a hazájukba, nem tudom én, havonta egy levelet küldhettek, de hát azt is ugye ők olyan titkosan meg volt köztük határozva a szülőkkel, hogy mikor mit írnak, hogy mit értsenek belőle. Tehát onnan lehetett már tudni, hogy Sztalin meghalt, és akkor a külföldieket fogják, az amnestiát kapnak a külföldiek. De hát én, mivel egyedül voltam, nem sokat reméltem belőle, mert én nem hallottam semmit Magyarország felől. Aztán, mondom, márciusban meghalt, és akkor júniusban valamikor azért mégis akkor én rám is sor került, mert szép lassan azért szedegették össze a lágerből a nemzetiségieket, és akkor szállították el, úgyhogy júniusban engem is behívtak az irodára, és akkor hát felöltöztettek rendes ruhában minden, és akkor én is bevagoníroztak, és elvittek Jeszkazgánba, mert ott volt a gyűjtő, a magyarokat odahozták össze az egész Kazaksztán területéről, és mikor ott összegyűltünk, akkor megint bevagoníroztak, és akkor végre hát elérkeztünk Lembergbe.
Hát Lembergben voltunk egy fél évig, mert novemberben végre sort kerítettek ránk, és akkor novemberben szintén bevagonéroztak, és jöttünk hazafelé Magyarországra. Hát Csapnál leállították a szerelvényt, itt rostokoltunk, mert nem akartak beengedni. Szóval ellenségei voltunk a saját hazánknak. Azért voltunk kint Oroszországba, azért vitte ki, hogy felépítsük Oroszországba az összerombolt részeket, meg új vasutakat építsünk, mert mi ugye ellenségei voltunk. Tehát jóvátételbe vittek bennünket. És a legnehezebb, a legborzasztóbb munkak helyekre vittek, meg csináltattak velünk munka, olyasmit, amit az életben soha nem csináltam volna, vagy nem tettünk volna. Milyen érzés volt önnek hazajönni Magyarországra? Továbbra is ellensége voltam a hazámnak. Nem vettek föl sehová dolgozni, és azon kívül ugye, hogy nem fogadtam el a TSZ-be való agitálást, akkor utána még, ha azt nem fogadtam el utána, akkor még kijöttek egyszer hozzám, hogy akkor menjek Debrecenbe a reptérre, tolmácsnak. És azt sem fogadtam el. Hát attól féltem, hogy nem úgy mondom, mert hát azért nem tudok úgy beszélni oroszul, hogy nem csak a népnyelvén, ugye a mindenféle közös nemzetségű emberek között tanultam meg, hát azért nem tudok úgy beszélni, hogy ilyen helyen helytálljak, és véletlenül nem úgy mondom, vagy nem értik meg, akkor megint ott fogok kikötni, ahol voltam. Szóval nem mertem. Inkább mindent adtak volna, elláttak volna, lakása, mindennel. Inkább nem. Inkább maradtam szegény, de nem vállaltam el, mert nem akartam, és nem is akartam nekik dolgozni, én megmondom őszintén. Én, mikor kikerültem Oroszországba, borzasztó helyzetben voltam állandóan, mindig egyedül magyar. Rajtam nem segített senki, és csak a gyűlölet volt bennem. És ez borzasztó volt így élni fiatalon, bután, mert nézze, egy 14 éves lánya, ha kikerül, ott maradtam 14 évesnek, hiába voltam már 17 éves, nem tanultam a világon semmit attól a 14 évtől kezdve, abszolút nem volt semmilyen fogalmam. Szörnyű volt. Tehát nem is akartam dolgozni nekik, megmondom őszintén, azt mondtam, inkább éhen halok, de akkor se többet nem dolgozok nekik. És azért a Jóisten megsegített, nem haltam éhen, mert mindig voltak jó akaróim, akik segítettek, és hála Istennek túléltem, de ezt most sem tudom elfelejteni, elhiheti. Most is úgy érzem, hogy ott vagyok. Ha visszagondolok azokra az évekre, időkre, dolgokra, ezt nem lehet elfelejteni. Hartmanné Nagy Klárával beszélgettünk az elmúlt percekben, aki közel 9 évet töltött a Gulágon, Szibériában és Kazasztánban dolgozott, onnan tért haza. Máté Áron történész úrnak pedig köszönjük közreműködését abban, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett.